A kormány az újranyitást a 2,5 milliós átoltottsághoz igazítja. A jelenlegi számításaink szerint a húsvét utáni napokban, húsvét hétfőt követően néhány nappal be fog következni. Ekkor a kijárási tilalom 10 órára módosul, valamennyi bolt nyitva lehet reggel 5-től este 9:30-ig, de 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat az üzletben. A szolgáltatásoknál a március 8-a előtti szabályok lesznek érvényben, a gyerekek az óvodákba, általános és középiskolákba április 19-én térhetnek vissza. Az emberi erőforrások minisztere vasárnap a Hír TV-ben azt mondta, ha a lakosság felét beoltják, akkor lehet a szigorításokon enyhíteni. Én úgy gondolom, hogy május vége, június eleje, ha nem jön közbe egy még újabb mutás, nem jön közbe egy előre nem látható körülmény, akkor Magyarországon, Európában a leges-legelső között határozottan lehet a szigorításokon enyhíteni. Itt van már László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségpolitikusa, Újbuda polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt van nálunk. Tegnap itt volt a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke, és azt mondta, hogy beszélni sem kellene most a nyitásról, tehát kifejezetten szinte rosszul esik az orvosoknak erről beszélni, mert akkora a baj a kórházakban. Van egy bejelentés Gulyás Gergelytől, április 19-e, 2,5 milliós átoltottság, és most hallottuk Kásler Miklóst, aki pedig azt mondja, hogy május vége, június eleje. Mit mond ön erre? Melyiket vegyük? Melyiket lehet alapul venni? Vagy ez egy másféle nyitás lenne a 19-ei, mint a május-júniusi? Én azt mondom, hogy jelen pillanatban csak jósolni lehet. És abban az időszakban vagyunk a járvány olyan helyzetébe, hogy ezt ne tegyük, ne jósolgassunk. Én azokkal értek egyet, akik a szigorítást javasolják jelen pillanatban. Hiszen olyan körülmények vannak, elképesztő jelzők hangzanak el. Azt mondja Kósa Lajos, hogy az egészségügy tényleges kapacitásának 50%-át sem érte el. Hol él? Azt mondja a miniszterelnök, hogy nem szorulunk segítségre, mi adunk majd másoknak. Azt mondja Kásler Miklós, akit ugye most idéztek a fölvezetésben, hogy meg se rezdült az egészségügy. Hol élnek ezek az emberek? A Tóth Judit, akire hivatkozott, láttam magam is ezt az adást, ő nagyon szépen elmondta azt, hogy nem illik például az ózdi kórházigazgatót hazugnak nevezni Budapestről, amikor ő Ózdon dolgozva mondta el a véleményét. Tehát én nekem összességében az a véleményem, hogy jelenleg az zárásról kellene beszélni, amit az orvosi kamara is javasolt. Kérdezni, milyen fajta zárásról? Arról, hogy legyen egy nagyon szigorú rövid zárás? Igen, pontosan. De ez nem lesz, tehát, hogy ezt kérte egyébként a Magyar Orvosi Kamara, Gulyás Gergely nem beszélt erről. Hát a politika jelen pillanatban, mint hozzá nem értő, mert úgy gondolják nagyon sokan, hogy a bölcsesség köve a zsebükben van. Ők a nyitásról beszélnek, akkor talán egy ilyen hamis illúzió, hamis biztonságérzetet közvetítve az emberek felé. Felnőttek vagyunk, ön is, én is, millióan. A valóságot kellene elmondani. A szennyvízadatokból mire lehet következtetni? Mert azt mondta az előbb, hogy nem lehet jósolni semmit. Itt Robival ma már emlegettük Rusvai Miklós virológust az adásban, aki azt mondja, hogy bizakodásra ad az okot, és ő szerinte pár napon belül, tehát hogy mostanában tetőzik, vagy tetőzhet a járvány. Akkor is szigorítani kellene, hogyha neki igaza van? Igen, mert még jelen pillanatban változatlanul a felszálló ágban vagyunk, és ezt kellene megtörni. Ugye a délpesti kórház főorvosa, akit gyakran idéznek, és korrekt, valóságnak megfelelő adatokat közvetít, ő maga is elmondta ugyanezt. Fölszálló ágában vagyunk még sajnálatos módon. Lehet, hogy egy kicsit lassulni fog ez az eszeveszett tempója ennek a harmadik hullámnak, de ha belegondol abba, hogy hányan vannak kórházba súlyos állapotú covidos betegek, akikből kikerülnek a gépre kerülők, és sajnos kikerülnek a halottak, akkor azt látjuk, hogy óriási a baj, tehát végeredményben itt ne arról beszélgessünk egyébként, hogy rózsaszínű égbolttal fantasztikusan piknikezhetünk. A Demokratikus Koalíciónak van egy kezdeményezése, hogy mostantól egy független szakértői testület irányítsa a védekezést a járványkezelésben megbukott kormány helyett, ahogy önök fogalmaznak. Ugye Dobrev Klára jelentette ezt be. Milyen, vagy mitől független szakértői testület ez? Kikből áll ez a testület? Politikától független.
abszolút értelemben a szakmának kellene átvenni a vezetést, és a politikának ki kellene szolgálni a szó legszorosabb, legnemesebb értelmében a szakma által elmondottakat. Azért gondoljon arra, hogy nem egészen így van, volt és van egy virológus professzor, akit sokat idéztek. Majd egyszer azt találta mondani, hogy ha nem csinálják meg, a vesztükbe rohanunk. Úgy eltüntették, hogy azóta csak elvétve lehet látni. Ne csinálja ezt a politika, nem mászkáljon bele a szakma területébe, mert gyakorlatilag ezt okozza, hogy végeredményben elcsúszva reagálunk dolgokra. Február 8-án, ha idősoron megnézi, február 8-án bejött, elkezdődött a harmadik hullám. Mikor reagáltunk rá? Kik lennének ezek a független szakértők? Ugye most Jakab Ferencet említette, vagy ki dönteni el? Mert hogyha a politika dönti el, akkor nagyjából ugyanaz lesz, mert aki mondjuk a Fideszt vagy a kormány támogatja, azt fogja mondani, hogy na hát ezek meg az ellenzék szakértői. Tehát hogy lehetne egy ilyen független szakértői testületet felállítani? Minden szakmának van egy úgynevezett szakmai kollégium. Tehát a virológusoknak, infektológusoknak, járványtani szakembereknek van egy szakmai kollégiuma. Föl kell kérni annak a vezetését, hogy állítsa ki azt a tímet, amelyik minden irányba, ugye több leágazása van egy ilyen járványnak, szakértőkkel le tudják fedni, és valóban azt az értékelést tudják letenni az asztalra, aminek mentén racionálisan lehet követni. Most nem tudják ezt letenni? Tehát Müller Cecília nem független szakértő, az operatív törzs nem tudja irányítani a járványkezelést? Ugye azért kérdezem, mert a kormány mindig azt mondja, Orbán Viktor mindig azt mondja a saját szájával, hogy ő a tudósokra hallgat, a szakértőkre hallgat, az operatív törzs dönt, és aztán utána lép a kormány. De nem ezt mutatja a valóság. Hogyha a tegnapi tájékoztatóján elhangzottakat veszi figyelembe, amit a Müller Cecília elmondott, ő már azért a sorok mögött ott olvasható, hogy nagy a baj. Nagy a baj. Ennek ellenére... Mire gondol, melyik mondatára, vagy melyik tájékoztatóra? Amit önök is a tévén bejátszottak, hogy ki vannak feszítve a kórházak, nagyon komoly terhelés alatt vannak, de azért tegyük már oda, hogy a svédekkel szemben miért van 6000-rel több halott Magyarországon, a lélekszáma megegyezik a két országnak, miért van kétszer annyi halottja Magyarországnak, mint Ausztriának, miért van háromszor annyi halottja, mint Izraelnek, miért? Azért, mert rosszak a magyar orvosok? Nem, kiválóak. Azért, mert elfogyott a szakszemélyzet, és hiába szerelnek föl ágyakat lélegeztetőgéppel. Nem fog megoldani semmit, és túl vagyunk ezen. Hozzá nem férés miatt alakulnak ki ezek a borzasztó számok. Mit kellene a DK szerint azonnal csinálni? Külföldről segítséget kérni például? Én kérdeztem erről Kincses Gyulát, ő azt mondta, hogy hát ez ilyen... Nem az, hogy nem igazi segítség, de ez egy fél megoldás, nincs erre szükség, van azért még a rendszerben némi tartalék, szükség lenne erre? Több ország megtette annó és most is. Természetesen. Nekünk is szimbolikusan meg kellene ezt tenni. Azért mondom, hogy szimbolikusan, mert Kincses Gyulának tökéletesen igaza van. Ide fognak küldeni mondjuk 10 orvost, meg 25 nővért. Nem tudják megoldani velük azt a problémát, ami gyakorlatilag ma feszíti az ellátást. De szimbolikusan, kifejezésre juttatva, a hétköznapi ember felé, aki maszk nélkül piknikezik, egymás hegyén hátán, ahogy ugyancsak bemutatták a híradójukba, mert megvan az a hamis biztonságérzetük, hiszen minden rendben van. Föl kellene hívni az embereknek a figyelmét, hogy nincsen rendben, nagyon nincsen rendben a történet. Az oltásokról beszéljünk még, ugye a Demokratikus Koalíciónak van egy másik kezdeményezése is, az, hogy a 60 év felettieket az oltópontokon oltsák be, akár regisztráció nélkül is. Ez nem okozna káoszt? Hát nézze, természetesen ezt is meg lehet szervezni, úgyhogy ne okozzon káoszt. Abban az esetben, hogyha úgy megyünk neki egy dolognak, hogy azt mondjuk, hogy emberek, tessék ide figyelni, úgy belemondom a kamerába, aki 60. életévét betöltötte, az ahol lakik, menjen és rendezze ott a dolgokat. Nem, ezt nekünk kell kezdeményezni, és bocsásson meg, nem csak szervező orvos vagyok, hanem katasztrófa orvostamból is van szakképesítésem. Tehát valamit értek ezekhez a dolgokhoz. Ezt meg lehet, és meg kellene szervezni. Mert ahogy nagyon jól tudja, oltási terv, mint olyan, az lehet, hogy van,
de nem Magyarországon, és nem a magyar lakosokra. Hogyan lehetne ezt megcsinálni? Tehát ha nem kell regisztrálni senkinek, mondjuk 60 év felett, akkor tényleg hogy lehet azt megszervezni, hogy ne menjenek csak úgy oda a tömegével, és ne kapják el esetleg ott a vírust, vagy hát láttuk most a kismamák esetében mi történt, akik elindultak, igen, és szinte kilométeres sorokban várakoztak a hétvégén. Le lehet gyűjteni, hiszen van egy olyan nyilvántartása az országnak, hogy pillanatok alatt le lehet gyűjteni a 60 év fölöttieket, szét lehet dobni területenként, megyénként, megyékbe szét tudják dobni településenként, és ennek megfelelően meg lehet szervezni. Ezt most én provizórikusan mondtam, de végeredményben az a helyzet, hogy egy központi adatbázis, ami remélem egyébként, hogy működik. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtam. Én is köszönöm az érdeklődésüket.